Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Ez a mai videó egy újabb collab videó lesz Timivel, amiben megterméket fogunk egy kicsit jobban górcső alá venni. És ez a mostani paletta, amit megnézünk, ez nem egy új paletta, hanem az Art Library kollekciójukból, az It's Designer paletta, ami egy ilyen színes paletta. Hogyha egy ideje követed már esetleg a csatornámat, vagy Timi csatornáját, akkor azt láthattátok, hogy nyáron volt egy ilyen nagyobb MAC collab sorozatunk, és azóta is tartjuk ezt a szokásunkat, hogyha kijön egy-egy olyan MAC kollekció, akkor készítünk róla a collab videót, ilyen volt például a Whitney Houston kollekció, vagy pedig, hogyha akár egy régebbi termék így mind a kettőnknek így beugrik, hogy hát ezt azért jó lenne megnézni, akkor is igyekszünk egy kicsit így összehangolni a videóinkat, úgyhogy ezért most ezt a palettát így közösen nézzük meg. Egyébként ebből az Art Library kollekcióból van egy nude modell nevezetű palettájuk, így néz ki kívülről, és egy ilyen hideg tónusú paletta, erről már láthattok egyébként videót mindkettőnk csatornáján, úgyhogy azt is be fogom nektek linkelni. A mostani videóban viszont ezt az igazán színes palettát fogjuk letesztelni. Ha szereted a sminkes videókat, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és hogyha tetszett ez a videó, ha szereted ezeket a MAC collab videókat, akkor kérlek, hagyj nekem egy lájkot ezen a videón, köszönöm! Mielőtt belevágnék a szemsmink elkészítésébe, azért megmutatom nektek ezt a palettát, hát igen, azért ezek igazán vagány, ütős színek. Van benne ugye matt formula, van benne egy duokróm, erről készítek most nektek egy swatchot. Egyébként már készítettem swatchot a palettákról, majd mindjárt mondom, hogy mi volt vele a tapasztalatom. Ezt be is fogom nektek ide egy fotót is vágni róla, illetve be fogom nektek linkelni azt a rövid videót, ahol a teljes swatcholás folyamatát láthatjátok ezzel a palettával. Szóval például ez a duokróm szerintem egy nagyon izgalmas kis szín, lehet, hogy ezt most pont nem fogjuk használni, vagy ami nekem nagyon nagy kedvencem, vagyis hát annak tűnik, hogy nagy kedvencem lesz, az ez az árnyalat, ez is egy fényes árnyalat, és ez is szerintem nagyon szép így swatchon is. Azért mondom, hogy szerintem ez is nagyon szép így swatchon is, mert viszont azt tapasztaltam, hogy ezek a matt árnyalatok, amik főleg amik itt vannak a felső sorban, ugye ezek így eléggé keményre préselt szemfestékek, és többször kellett így felépíteni a swatchot, hogy igazán így átjöjjön ez a szín. Ez a sárga még úgyis egy picit nekem olyan neccesnek tűnik, de persze ezek csak a swatchok. Ugyanis simán vannak olyan szemfestékek, és én azért így bízom a MAC-ben, tehát hogy bőven el tudom képzelni, hogy ezek viszont a szemhéjon nagyon szépek lesznek. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Ezt mindenképp szerettem volna elmondani, hogy azért ezt így tapasztaltam, hogy tényleg eléggé kemények ezek a szemfestékek. Ha kifejezetten a krémes formulát keresed, akkor nem biztos. Akkor nem biztos, hogy ez lesz a kedvenc formulád, de tényleg mindjárt megnézzük, hogy milyen szemhéjon. Illetve azért volt nekem még egy picit meglepő ezeknek a szemfestékeknek az állaga, mert ugye a másik ebben a nude modell palettában abban kifejezetten puhák és krémesek, de hát azt is látjuk, hogy azért ezek egészen más jellegű színek, úgyhogy tényleg a puding próbálja az evés, ki kell próbálni. Szemhéjbázisnak a NYX szemhéjbázisát használtam, és nézzük is akkor a palettát, és ezt a mostani sminket. Én arra gondoltam, valami miatt most én nagyon ebbe az ilyen zöldes, kékes hangulatba vagyok, úgyhogy inkább ezeket a tónusokat, ezeket a színeket fogom használni ehhez a mostani sminkhez. A póló miatt majd meglátjuk, hogy valahova esetleg ezt a narancssárgát is belecsempészem el, de ez még majd így kialakul, úgyhogy én most első lépésnek ezt a zöld színt fogom felvinni a mélyítő vonalamnak itt a belső részére. Nagyon kíváncsi vagyok erre a zöldre, ugyanis ez a jellegű zöld az, amit szerintem nagyon-nagyon nehéz megcsinálni. Próbáltam már más palettákba, és úgy valahogy mindig úgy nem volt az igazi, de bevallom, egy picit többet várok azért a MAC-től, mint mondjuk egy Revolution-től. Viszont mivel ilyen keményre préseltek ezek a szemfestékek, ezért nem nagyon porolódik. Azért így leütögettem róla a felesleget, vagy ami így rajta volt. Oké, nekem ez így elsőre szépen ott van. Egy természetes szűrőecsetet használok egyébként hozzá, és én nagyon kedvelem ezt az ecsetet. Ez egy nagyon régi ecsetem, úgyhogy ez már bőven nem kapható itt Magyarországon, de nagyon jó minőségű volt, meg tényleg ezt már 10 éve használom ezt az ecsetet, úgyhogy ez egy jó vétel volt. De nem is az ecset most a lényeg, hanem ugye a szemfesték paletta. Timinél elárulom nektek, ha esetleg még nem láttátok az ő videóját,
Ha jól tudom, ha helyesek az értesüléseim, akkor egy olyan smink fog készülni, amiben az összes színt használja. Azért az nem semmi nem, tehát hogy így, én most így ezt elengedtem, főleg amikor úgy éreztem, hogy hát én most inkább ezt szeretném ezekbe a hidegebb tónusok felé eltolni, és most inkább ezeket használni. Nekem ez úgy tűnik, hogy szépen építhető ez a szemfesték. Azért látszik ez a szín, és ez tényleg nem könnyű, hogy ez a szín így látszódjon az ember szemhéján. Egyáltalán nem érzem foltosnak, úgyhogy ez elég bíztató. Picit itt jobban felhozom még ide, de itt majd össze szeretném dolgozni ezzel a kékkel. Ez talán egy ilyen kobaltkék árnyalat. De ezt majd összedolgozzuk. Következő lépésnek ezt a kobaltkéket veszem fel egy ilyen ferde ecsetre. Nagyon szeretem ezt az ecsetet is, úgy szintén egy nagyon régi ecsetem, és úgy szintén természetes szűrű. És ezzel csak itt így az alsó vonalát elkezdem kialakítani a formának. Most így a tél közepén ezek a színek, ez egy ilyen jó kis tavaszias, nyárias buli hangulatot, frissesség hangulatot árasztanak, de nem baj, jó az. Most ugyanezt a kobaltkék árnyalatot a Turbus Theme a Blending Brush-ra fogom felvenni, és ezt be fogom hozni ide a mélyítővonalba, itt erre az egész részre fel fogom tenni, és egy kicsit nagyon-nagyon szép, és ezt egy picit összedolgozom majd, lehet, hogy ahhoz majd egy kisebb ecsetet használok, ezzel a zöldes, ezzel az ilyen igazi lime-zöld árnyalattal. Aha, lehet, hogy ide azért egy kicsit kisebb ecset kell most. Áttérek a kisebb verziójára, ugyanígy a Turbus Theme ecseteknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szemfesték nekem egyelőre, ahogy így működik most a szemhéjamon, sokkal, de sokkal jobban tetszik, mint amilyen swatchban volt. Úgyhogy lányok, nem kell mindig hinni a swatchoknak, mert van, hogy sokkal jobb valami szemhéjon, mint magában a swatchon, hiszen igazából erre találták ki, ez lenne a cél, nem az, hogy szép legyen a swatch belőle. Az a helyzet, hogy nagyon szépen könnyen összesatírozható szerintem, úgyhogy én erre most így első lépésre, ez nekem nagyon tetszik ez a kék árnyalat. Szépen itt vissza is lehet építgetni, hogyha nagyon elsatíroztam. Térjünk át erre a szemre. Hogy tetszik nektek ez a satír? Szerintem azért ez nagyon szép. Nagyon szép egy ennyire intenzív színes szemfestéktől. Következő lépésnek fogom az eyeshader brush-t, és ezt a gyönyörű ilyen, hát ez ilyen teal szín, vagyis egy ilyen kicsit ilyen zöldes, kék, fényes árnyalat. Szerintem csodaszép ebben a palettában, és ezt fogom felvinni a mozgó szemhéjnak itt a külső részére. Azért szeretem ezeket a Timivel készülő megkolabokat. Ennek több oka van, hogy miért szeretem. Egyfelől van egy ilyen személyes oka, nyilván szerintem egy nagyon szórakoztató és jó dolog kollabot készíteni, mert ilyenkor a háttérben ugye mennek az egyeztetése, ki mikorra tudja megcsinálni, mikorra érkezett meg a paletta, ki mit tapasztalt, elküldjük egymásnak néha előre, hogyha van időnk, elküldjük előre, hogy milyen lett a smink, szóval lehet egy kicsit így egyeztetni egy termékről, hogy így hú, ki mit tapasztalt vele, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem. Ugye kitalálni, hogy mikor legyen, hogy legyen, mi legyen a kollabnak a témája, azt is nagyon szeretem. És ez csak így most jutott eszembe, hogy szerintem nektek is egy ilyen hasznos információ vagy tapasztalat lehet, hogy ugye Timi egy iszonyatosan profi sminkes, tehát ő nagyon más dolgot tud valószínűleg kihozni egy palettából, mint én, aki nem vagyok egy profi sminkes, hanem gyakorlatilag egy egyszerű sminkrajongó felhasználó, tehát nincs egy csomó olyan trükk és tapasztalat még a kezemben, mint Timinek. De szerintem ez egy érdekes tapasztalás lehet, hogy
ő mit tud kihozni a sminkekből, és én mit tudok kihozni a sminkekből, mert ebből a kettőből talán összeáll egy ilyen kerekebb kép. Illetve hát nyilván mindkettőnknek egy picit másmilyen a bőrtípusa, tehát akár ugyanaz a szemfesték nagyon másképp tud mutatni egy szárazabb bőrön, egy zsírosabb bőrön, egy sárgásabb tónusú bőrön, értitek? Szóval szerintem ez igenis egy ilyen hozadéka tud lenni a kollaboknak. Gyönyörű ez az árnyalat, és egy picit most így jobban még beljebb fogom hozni. Még beljebb, de nem sokkal, csak egy icipicit. Még ezt az ezüstöt szeretném majd felrakni a szemhéjamra. És nagyon gondolkozom ugye ezen a narancssárgán, illetve hogy a sárgát használjam-e. Mert ugye a sárga volt az, ami nekem nem igazán tetszett a swatchok alapján. De most miután kipróbáltam ezt a lime zöldet, ez a sárga is nagyon foglalkoztat. Most a Small Blending Brush-ra ezt az ezüst árnyalatot fogom felvenni, és ide a belső részére, a mozgó szemhéjamnak oda fogom feltenni. Ti szeretitek az ilyen kollab videókat? Ezt meséljétek el itt nekem kommentben. Ha szeretitek, akkor miért szeretitek? Hogyha nem szeretitek esetleg, akkor miért nem szeretitek? Ezek nagyon érdekes és hasznos visszajelzések tudnak lenni számunkra. Nagyon szép. Hú, én nagyon szeretem az ezüst szemfestéket egyébként. Nagyon ritkán használom, így a csatornán is. De nem tudom, nagyon szeretem az ezüstöt. Szép szerintem a kettőnek itt az átmenete is, meg az egyvelege is. Lányok, egy icipici sárgát fogok ugye ebből a sárgából felvinni. Úgy, hogy hát itt a mélyítő vonalamnak itt az egészen a belső részére, de nem teljesen a belső szemzugba, hanem mindjárt látjátok, hogy mire gondolok. Csak így ide. Csak így ide. Tovább erősíteni, vagy hát még jobban egy kicsit így eldolgozni ezt a zöldes, lime-zöldes árnyalatot. Nagyon szép. Úristen, ezek a színek. Nekem most így nézem, és így nagyon-nagyon tetszenek ezek a színek. Csak egy kicsit így elsatírozzuk ezt a zöldes árnyalatot vele. Jó, jó kihasználható lesz ez a sárga is szerintem. Úgyhogy ez abszolút az a paletta, ami így swatchban annyira nem, de szemhéjon meg nagyon-nagyon szép. Ezt az ezüstöt itt most csak visszaerősítem, mert nem szeretném, hogy ilyen sárgás legyen, mert egy picit lehoztam ide a sárgát, ugye ez nem szándékos volt. És annyira szép ez az ezüst, csak így a belső szemzugban is. Nem minden ezüst szép szerintem a belső szemzugban, de ez nagyon szépen használható így. És arra gondoltam, hogy erre az icipici részre itt, ahol az ezüst és a kék még ugye nem találkozik, oda fogunk felvinni egy pici narancssárgát. Ezt a Short Shader Brush-t, ezt fogom most letisztítani, és ezt használom ugye a narancssárgának a felvitelére, csak így az élére veszem fel. Alig kell lepotyogtatni, mint hogy alig kell így lepöcögtetni ezeket a festékeket, mert tényleg, azt a milyen szép. Ez nagyon szép ez a kis narancssárga itt. Alig kell lepöcögtetni ezeket az ecseteket, nem nagyon van belőlük kihullás, és az látszik, hogy semmi egy pötty szemfesték nem hullott ki nekem itt a készítés során. És lehet, hogy most azt mondjátok, hogy bolond vagyok, hogy ezt megpróbálom, de az, az igazság, hogy nekem most így ezzel a narancssárgával ugyan nagyon tetszik, hogy oda került az alsó szemhéjamra, de egy picit így valahogy a sminknek így a harmóniája megtört, és szeretném egy picit felvinni ide. Itt a kéket egy picit így elsatírozni a narancssárgával, ami ugye elég veszélyes játék, mert a kék és a narancssárga ilyen komplementer színek, és hogyha nem jól satírozzuk össze, akkor egy ilyen szürkés maszlag, maszat tud belőle lenni, de inkább itt ebbe a sárgás részbe próbálom belesatírozni, és meglátjuk, mi lesz belőle. Túl sötét. Ez itt így túl sötét nekem. Hát ezt most itt vissza kell satírozni.
nem lett annyira szép a satír, így egy kis után dolgozással, mint ugye azon az oldalon, ahol rögtön már egymás után úgy vittem fel a színeket, ahogy terveztem, de azért vállalható lesz ez így a hétköznapokban. Felkerül most egy szemhéjtus az alsó vízvonalamra. Arra gondoltam, hogy ezt a gyönyörű pupa szemceruzát fogom felrakni, ez az Extreme Casual 007-es árnyalatú szemceruzájuk, és mindjárt jövök vissza. Elkészült a teljes smink. Szerintem ehhez, a sminkhez egyébként egy ilyen iszonyatosan visszafogott nude szájsmink is nagyon illene, de én most inkább erre egy kicsit erre az ilyen nyárias hangulatra, igazi trópusi hangulatra próbáltam így ráfeküdni, és ezt felerősíteni. Ráadásul eszembe jutott, hogy oké, hogy itt szenvedtem, hogy a narancssárgát visszahozzam a szemfestékben, a szemfestésben, és nem működött. De hát miért ne hozhatnám vissza a szájsminkben? Úgyhogy ehhez egy sajnos már régóta szerintem nem kapható, ugyanis ez egy 2 évvel ezelőtti ilyen limitált kollekciója volt a pupának, ez a Summer Escape kollekciója, és ez egy gyönyörű, ilyen narancssárgás tónusú, ilyen hát lip trip, ilyen szájra való, nem is folyékony rúzs, és nem is lip gloss, vagyis nem is szájfény, úgyhogy a kettőnek az ötvözete valahogy, de szerintem gyönyörű a színe, és szerintem nagyon illik ehhez a sminkhez. Úgyhogy ez most egy ilyen igazi trópusi smink lett így a téli hidegben. Szempilla spirálnak, meg egy Art Deco szempilla spirált használtam, ez az Amazing Effect maszkara, mini brush, maxi volume, vagyis ez egy ilyen dúsító szempilla spirál, de szépen elválasztja és hosszabbítja a szempillákat. De akkor nézzük is az értékelést. Ugye most elsőre próbáltam ki ezt a szemfestékpalettát, majd meglátjuk a tartóságát, de nekem a megformula tartóságával nem szokott problémám lenni, úgyhogy szerintem ezzel is minden rendben lesz. Egy picit kemények ezek a felső, főleg ezek a matt szemfestékek, illetve még ez a lila is, szóval a matt szemfestékek azok egy picit kemények, a fényesek azoknál ezt nem tapasztaltam, illetve egy picit ilyen olyan darabosabb érzetűek a fényes szemfestékek. Ahogy felvittem ezeket a szememre, hát szerintem nagyon szép intenzív hatást lehet vele elérni, úgyhogy az, amit én tapasztaltam a swatcholásnál, hogy ilyen nagyon sokat kell építgetnem, egyáltalán nem. Egyáltalán alig kellett építenem, tehát nagyon óvatosan próbáltam eleve felvinni azért a színeket, de láttátok, hogy tényleg minimális építés az kellett hozzá, viszont ez egyáltalán nem baj szerintem ilyen erős színeknél. És egy pici építés után pedig nagyon szép intenzív árnyalatokat lehet elérni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy megnyugodtam, ahogy kipróbáltam ezt a palettát, mert a swatchok alapján én egy picit így tartottam tőle, hogy milyen lesz, de megnyugodtam. Ez egy nagyon jó kis paletta. Úgyhogy ha izgalmasnak tartod ezeket a színeket, akkor szerintem abszolút érdemes kipróbálni. Ha esetleg nem láttad még Timi videóját, akkor mindenképp látogass meg az ő csatornáját is, nézd meg, hogy ő milyen sminket készített ezzel a palettával. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!